Vegyen. Ez megyen, mint turista, megyen, mint turista a hegyen. Jaj, itt vagyunk megint, szórjuk az észt. Van egy érdekes gondolatom, amit most megosztanék veled, meg Péterrel is. Be kell valljam... Szétre lett az ideg. Nem vagyok annyira feszült, de viszonylag több márkaklubnak a tagja vagyok itt a Facebookon, ugye most ott szerveződnek ezek a mindenféle... Meg valami nem csak márkaklub, hanem még típusklubnak is a tagja vagyok. Tehát már nem elég az, hogy Triumph, vagy éppen BMW, hanem még a BMW-n belül is van egy RT-s brigád, például benn vagyok. És ugye azért... Azon gondolkodom, miért akar az ember ennyire speciálisan kötődni egy csapathoz. Néha nekem nehezemre esik ez a jellegű ilyen kötődés. Ugye a legtöbb ilyen klub az alapvető kérdések, tehát ilyen heti rendszeressége, milyen gumi, milyen olaj, hogy kell megcsinálni ezt, azt, amaszt, meg ilyen hasonló kérdések merülnek föl, úgyhogy néha nem értem, hogy mit keresek ezeken a helyeken. Igen, van is egy ilyen mém, hogy a ti milyen olajat használtok, és akkor rögtön a keselyük szétisztedik. Illetve hova menjünk vissza, mennyire? A pszichológia szigorlaton visszamehetünk, akár az ember nyilván mindig akar valahova tartozni. Tehát a családjához, nem tudom, és a motorozás, hát sokan azt mondják, hogy ez egy család, azért köszönünk egymásnak, meg mindent, tehát azért valljuk be, hogy vannak közöttünk belfeszok is. Tehát, hogy... Nem, én azt szoktam mondani, hogy ugye te visszamész ide a pszichológiáig, én a statisztika tanulmányaimhoz tudok visszacsatolni, nagyszámok törvény alapján a populációt, ahogy bontjuk egyre kisebb szeletekre, nagyjából az arányok ugyanannyi maradt, tehát ugyanannyi okos, meg ugyanannyi jó fej van, meg ugyanannyi kedves ember van, és a különböző jellemvonások ugyanazzal a súllyal szerepelnek, bár mondjuk szerintem lehet, hogy van egy kis pár százalékos eltérés, de nem nagyságrendi általában. Na szóval még a motoros klubokra, még itt amiatt a márkaklubba elmennénk, hogy én azt vettem észre, hogy az már nagyon nagyon megszervezett motoros klubok, aminek már kolort kell viselni, meg ott kell lenni, meg ilyen szabályrendszer vannak, na azok mindent csináltak, csak nem motoroztak. Ez a márkaklubokra mondjuk pont nem igaz. A márkaklubboknak azt a jellegű előnyét én még nem nagyon élvezem jelen pillanatban, amit nem tudok nagyon megfogalmazni sem, mert tehát nem az, hogy nem kedvelem őket, azt a jellegű dolgot nem szeretem a márkaklubokban, a típusklubokban sem feltétlenül, hogy nagyon rajta vagyunk, ilyen nagyon elutasítóak vagyunk. Tehát, hogyha egy adott típus, akkor mindenki más hülye. Ez nekem azért borzasztó nehéz, mert ilyen tudathasodásos állapotú vagyok. Itthon nekem van szerintem jelen pillanatban legalább négyféle márka motorkerékpár, és a különböző ágensei is a motorozásnak. Tehát azt sem igazán értem, hogy a csopperes mérutája sportmotoros a csopperest, és a csopperes mérutája viszont a sportmotoros. Tehát én nekem vannak... Hogyha pénz nem lenne akadály, mert ahogy beszélgettük, én valószínűleg mindenbe tudnék választani olyan motort, amit tök boldog lennék. Én szeretek néha chopperezni, cruiserezni, szeretek endurozgatni, annak ellenére, hogy nem tudok. Meg egy csomó dolgot, a nékidekkel sincsen bajom, tehát néha ezzel-azzal motorozgatnék. Itthon van most túramotorom, van nékidem, van egy sportmotorom is, és többféle márkával, tehát nem mondjuk ráálltam erre, valamiből ilyen van, valamiből olyan van, valamiből amolyan van. Tehát számomra nagyon nehéz az, amikor valaki így rá van állva, vagy akkor csak a Honda, vagy csak a Suzuki, mert nincs olyan, csak a, ezt annyiszor elmondtam már, mert bakot lőnek, tehát nem biztos, hogy a Honda gyártja minden kategóriában a legjobb motort, nem biztos, hogy a BMW gyártja minden kategóriában a legjobb motort. Miért nem engedjük? Ja, ráadásul meg visszafele nézzük, hogy már nincsenek igazából rossz motorok, tehát nyugodtan meg lehet valakinek azt engedni, hogy neki ne GS kelljen, hanem mondjuk a nagy Tiger kelljen, és akkor attól nem egy épületes hát baj. Hiába a 600-re ugye a legjobb sportmotor, ha neked nem sportmotorra van szükséged. Tehát... Vagy neked nem tetszik, és nem a 600-ért veszed meg például, mert azért nem nagyon fog kiderülni, tehát hogyha engedjük meg, bár ne értsünk vele egyet, hogy a 600-ért a legjobb sportmotor, de ez az utcán nem feltétlenül fog kiderülni, mert az, hogy mennyivel jobb. Tehát. Ez egy vallásnél, úgy, mint ez a gumi meg a fotel szakértés, vagy a gumi meg az olaj szakértés. Földobódik ugye ez az általános kérdés minden héten kétszer, általában egy ilyen márkaklubban. Majd utána elkezdnek záporozni a kommentek, hogy a
ez a jó, az a jó. Tehát mindenki a saját választását próbálja ráerőltetni a másik, de nem tudja, hogy ő miért választott úgy, vagy tudja, csak nem mondja azt, hát az volt az akciós, vagy nem tudom. Tehát, de. És ugyanúgy motorokban is ezt el lehet mondani, hogy oké, hogy te azt választottad, de attól az de. Még nem egy egyetemes. De ezt a saját, amikor a saját, ugye neked is egy csomóféle motorod van, most is leszálltál a streetről, és most Yamahára ültél, meg ott volt a vit pillanes kalandod, amit máig nem értünk, de tehát egy csomó, meg 600 cím, az F4-i, tehát egy, nekem is volt MV Augustától közel, rengeteg motorom volt Hondám is kétszer, volt 900 RR-em is, tehát egy, bár ezeket nem szívesen, életem erre szakaszára nem szívesen emlékszem, de én el tudom fogadni azt, hogy másnak más tetszik. El tudom fogadni azt, hogy valaki hondás, meg csak én azt nem értem, hogy ők nem tudják elfogadni azt, hogy más dolgok is léteznek, és mindenáron vérkomolyan védik azt, hogy pedig az összes többi egy hulladék. Ez miért lehet? Nem tudom. De ez tény, hogy abszolút ez a fajta agressziót, ezt mondjuk akkor érzem, amikor meg ez pont autós fórumból tudnék témát egy kutya, kukia, úgyhogy minden. BMW, valamilyen BMW-s márka klubban, hogy az MX-öt. Ugye gyakorlatilag a BMW-seknek az MX-öt az olyan, mint a, nem tudom, bedobnád a harci kutyák közé egy ilyen valami csóró kismacskát. És hogy, de hát ha az MX-öt az a legjobb, az a roadster manapság. Az a kár vitatkozni, hogy az jó-e vagy rossz. Igen, tehát ilyen... Ugyan, a motoroknál is meg lehetne ezt. Tehát nem értem azt, hogy jó, te választottál valamit, de miért nem engeded meg a másiknak, hogy attól ne legyen rossz fej, mert mást választott, máshogy látja a világot, mint te. Azért ez egy nagyon furcsa dolog, és akkor itt jön vissza az, hogy mindig ott van, hogy akkor könnyesen osztjuk azokat, hogyha motoros vagy, akkor a testvérem vagy. Igen, csak nem szeretlek. Tehát ilyen a család, de a családot nem válogathatjuk meg, ugye? Igen, úgyhogy igen. Mindentől kezdve akkor okokozati összefüggés. Ez a márka kluboknak a sajátossága, de vannak ilyen all-rounder klubok, ahol igazából, ahol meg mindenféle ember van, hasamlítok Magyarország motorosai jellegű dolog, ahol meg nem ezek vannak, nem az olajgumi kérdés, hanem ott mindenféle kis macskát, kis kutyát, mindent megosztanak az emberek, ott meg nem igazán motoroznak. Tehát nem, ez ilyen kvázi ilyen multikulturális, ebből a szempontból multikulturális ilyen olvasztó tégei csoportok, ott meg aztán jellemzően csak a hülyeség kerül elő. Jópofa képek, érzelmes képek, ezek a motoros koellók, meg ezek kerülnek össze, de meg a búzatáblába betolt GSX-ek. Szóval ilyen nagyon, meg a csajos képek, ugye, de úgy, nincsen ott interakció igazából a motorozással. Tehát nem az, hogy féltek srácok, itt ott csapatunk, ez lesz, meg az lesz. Tehát... Én a Triumph márka klubot, vagy a Facebook fórumot tudom kiemelni, mert abban vagyok úgymond aktív. Az egy teljesen normális társaság. Gyakorlatilag minden évben 2-3 pályanapot szerveztünk már, és nyilván az ember azért, tehát hogyha mondjuk a motor az egy elég emocionális választás általában az embereknél, nagy az esély rá, hogy aki ugyanazt a típus választják, az hasonló hülye lesz, mint te vagy. És, szerintem ez már motorozásnál eldőlt, hogyha valaki motorozást választja, akkor már hasonló. De amikor meg tényleg abba azt az egy típust valamiért a nagyon kedveled, akkor az nyilván hasonló embereket fog összesodorni a szél. Meg úgy gondolom, annyi haszna van például, hogyha mondjuk maradt egy márkaklubba, egy megmaradt kipufogódat sokkal könnyebben el fogod tudni mérni, meg valami bizalommal is tudsz mondjuk dolgokat árulni. Tanácsokat tudtok adni egymásnak, tehát abszolút. Ez a része az rendben van, csak általában egymás megmarogatása is volt. Pont a Triumph Club volt a múltkor érdekes dolog, amikor kiderült, hogy ilyen látens szuperdjukasra van talán. Van például Ducatisoknak is a magyar Ducati. Ja, hát ez csodálatos kérdés volt, igen. Megkérdezte valaki a Triumph fórumba, hogy vegyen-e szuperdjukot, vagy inkább street triple-t vegyen. Hát mit vár? Vedd meg a szuperdjukot. De várjál. Tehát eleve a kérdés is hülyeség, hiszen annyi a két motorban az egyezés, hogy mind a kettőnk egyenes a kormány. Meg két kereke van, így van. Ehhez képest megdöbbentő volt az eredmény, tehát nem vártad volna, hogyha az is egy szociológiai tanulmány volt az én olvasatomban bizonyos szempontból, kiderült, hogy viszonylag sok hozzászólónak vagy volt, vagy jó ötletnek tartaná szuperdjukot, ami viszont érdekes volt, hogy... Magyarán nem szedték ízekre azonnal. Nem.
Nem, sőt, még sokan nosztalgikus hangulatban kerültek a nyúkaikkal kapcsolatba, hogy igen. Hát hiába ez egy angol márkának a fórum, ahol kékvérű úriemberek folytatnak kulturális diskurzust. Viszont valószínűleg most, hogy beszélgetünk, velem lesz a baj, most rájöttem, mert javasoltam, hogy akkor, hogyha már Triumf meg Triumf Klub, akkor miért nem gondolkodik mondjuk egy 10-50-es speeden, mert az egy kategória különben a 990 szupernyukkal, de ez valahogy nem szökkent szárba ez a gondolat. Tehát mindenféleképpen, tehát egy ezres nagy nékidet, egy ezres V2-es nékidet, egy középkategóriás háromhengeresre hasonlítottunk, de nem kategóriatársokat hasonlítottunk össze, valamiért ezt a két motort kellett összevetni, és próbáltam orientálni, de nem nagyon sikerült, tehát ez is egy furcsa a helyzet volt. Van még másik klub, a Ducatisok is, a Magyar Ducati Klub is elég jó fejek ebből a szempontból, bár mondjuk ők elég ilyen nacionalisták, tehát van ez a japán-olasz szembenállás, aminek végképp semmi értelme nincsen, úgyhogy mert már igazából mióta a Lamborghini megvette a Ducatit, azóta egész megbízható motorkerékpárok kerülnek ott, tehát a futás teljesítmény probléma, mert rég nincsen a Ducatinál se, tehát vannak ilyen felfújt, meg ilyen múltba gyökeredző vélt vagy valós igazságok, a KTM-mel kapcsolatban is elő szokott kerülni, de akár a Triumph-val kapcsolatban is, hogy na hát aztán az szervizelhetetlen egy motor, bár nem nagyon kell hozzájuk nyúlni általában, úgyhogy. Szóval vannak ezek a részek, meg felmerülnek ilyen kérdések ezekben a klubokban, de nem csak Magyarország jellemző, hozzáteszem, mert benne vagyok külföldi BMW-s fórumokban és klubokban. Ez a ekkor akkor mit kell csinálni? És fölteszik a kérdést, hogy ennek ez a hiba, hol kell utána nézni? Műha mechanikai hibáknál, és akkor odaírnám mindegyikhez, figyelj, ha már ez kérdés, hogy egy ilyen hiba felmerül, és hol kell utána nézni, akkor ne nézz utána. Miért tudnád megcsinálni? Tehát azt mondom, hogy a fotószelep szenzornál állítani kell a pozíciót. Az hogy? A gázgömbében nem zényál a glonyó. Igen, tehát hogyha már elképzelésre csinálsz. De úgyse tudod megabcukkolni a Schweizbikert, szóval teljesen mindegy. Szóval miért állsz nek? Hogyha mit tudom, hogy anyunak pajzsmirigy problémái vannak, akkor megmondom, hol a pajzsmirigy, akkor megműtöd. Szintén egy autós fórumban pár héttel ezelőtt egy drága márka klubnak a drága típusára tették fel a kérdést, hogy ki volt fotózva egy műszerfali hibajelzés, hogy ez mi? Alacsony a hűtővízszint. Tehát, hogyha valaki 20 millió forintot el tudott költeni egy fiatal járműre, és nem tudja beírni a telefonja fordítójába, ez egyébként idegen nyelven kiírt hibaüzenetet, és még a logó se tűnik fel neki, hogy az ne adj Isten egy hűtőt jelképez, akkor még mindig kérheti a Google-nek a segítségét, illetve a felhasználói kézikönyvét. És erre volt egy nagyon jó komment, hogyha a Facebookot tudod kezelni, akkor ezt a problémát is meg fogod tudni oldani. Jaj, meg honnan lehet letölteni szervizmanuálokat, meg ilyesmi, és akkor azon gondolkodom, remélem ezt a motort. Nem nekem kell majd megvenni egyszer, vagy ne adj Isten szervizmanuál. A szervizmanuál mi a baj? Nekem is. Persze ilyet nem csinálunk, mert ugye ez nem hogy is mondjam, csak ezt nem a felhasználóknak szánták a gyárak a szervizmanuált, de egyszerűbb megkérdezni valakit, mint hogy a dark web sötét bugyrait kezd el mindenféle torrent oldalon bújni. Erre azt tudnám mondani, hogyha Facebookot tudod keresni, kezelni, akkor egy szervizmanuált is, hogyha fönn van a neten, akkor meg tudod találni. Ráadásul most akkor itt egy kis segítséget adok, ritka az, amikor magyar nyelvre lefordítják a szervizmanuálokat. Az igen ritka. Úgyhogy magyar nyelvi szervizmanuálokat bármihez keresni, az egy, láttam már ilyet, de nem egy túl sikerrel kecsegtető projekt. Tehát bármilyen másik nyelven meg fogod találni, magyarul ritka. Én nem is láttam kimondottan a magyar nyelvi szervizmanuálokat még semmihez, de ez lehet szintén az én hibám. Tehát kevés olyan fórum van, én nagyon szomjúzok egy olyan fórumra, ahol bármilyen motorral jössz, értelmes dolgokat szólsz hozzá. Létezik egy ilyen zárt csoport, és nem is csinálok neki igazából komolyan nagy reklámot, mert az a... lehet, hogy úgy engedünk be. De... Még a végén kiderül, hogy Henrik az adminisztrátor. Hát te is tagja vagy szerintem a keleti végnek. Én vagyok az egyik adminisztrától. Az egész jól működik, jó? Azt nem mondom, hogy nem mardossuk egymást, ezzel, azzal, amazzal. Igen, de ez egy kulturált és nagyon célzott
mardosás szokott lenni egyébként. És nagyon sokféle ember van. Ott van az endurós, ott van mindenféle altípus, és ott bizony minőségi kommunikációk vannak, de... Még nagyon, tehát nem volt arra szükség, hogy valakit ki kelljen paterolni onnan, nem? Hát ideje korán kidobunk mindenkit. Jó, persze nem demokratikus alapos szerveződés, és nem is ennek a mai beszélgetésnek nem az a lényege, hogy mi most itt hirdessük itt, vagy promózzuk a mi felületeinket, hanem az, hogy vajon miért alakulnak ezek így ezek a dolgok. Én azt látom, hogy nekünk ötleteink vannak erre a témára, és ez megint egy probléma felvetés, és inkább lehet, hogy nálad lesz az igazság, és a te véleményedet kell majd ide bedobni, hogy miért történnek ezek a dolgok, hogy a túraendúros az miért nem beszélget másokkal, és mások miért nem beszélnek ezekkel, és egyáltalán, hogy miért vagyunk ennyire szétszeparálva, amikor ugye elméletileg van egy hatalmas összetartás itt a motoros társadalomban. Hát valószínű, hogy egyébként az emberi, általános emberi megosztottság, ami mondjuk ezt a nem is tudom, évtizedet jellemzi, az nyilván leszivárog az embernek minden, tehát a hobbiát is ugyanígy ilyen megosztva kezeli, mint egyébként az életét. Én tök szívesen venném azt, hogyha vagy regionálisan vagy, mert ugye az, hogy mit tudom én, benne vagyok egy márka klubba, vagy típus klubba, akkor jó, szervezünk ennek a találkozót, és szét vagyunk szórva itt az országba, a szélrózsa minden irányába. Borzasztó nehezen tud összejönni az, hogy akkor most az össze egész brigád egyszerre találkozik. Én sokkal nagyobb logikát látnék abban, hogy vannak ilyen regionálisan városokban, vagy településeken, vagy megyénként alakulnának ilyen csoportok, amiben bármilyen motoros részt vehet, és ők tudnának maguknak eseményeket szervezni, ugyanúgy, ahogy mondjuk például Olaszországban ez működik, és ők nem márka alapján, hanem régió alapján, vagy város alapján, vagy falu alapján alapítják a közösségeiket. És ott valahogy egy működőbb klub élet van. Hozzáteszem, Magyarországon sokat dolgoznak bizonyos csoportok azon is, hogy te nehogy, hogy MC-nek hívd magad, mert hogy képzeled azt, hogy te motoros klubba akarsz avanzsálni, hát hiszen te motoros klub vagy, de nem abba, tehát te nem akarsz lányokat futtatni, nem akarsz drogokkal foglalkozni, nem akarsz védelmi pénzeket szerezni, tehát semmilyen ilyen jellegű affinitásod nincs, de lássuk be, hogy ezt úgy hívják, tehát van a sakklubok, van a kézimunkaklubok, és a motoros klubok is motoros klubok lennének, de még voltak, hogy ilyen pont a motoros találkozókon régen, hogy akkor egymásnak esett a másik, mert mit gondolsz, hogy te klubokat alapítasz, hát te nem alakíthatsz itt klubokat. Úgyhogy vannak furcsa dolgok, ráadásul azért lássuk be, hogy Magyarországon ennyire hardcore-nak lenni azért nehéz, mert mondjuk az USA-ba, Nevada-ba jutottam, ott lehet, de azért ez még itt nem Amerika. Még? Úgyhogy Péter, van konklúziónk ebben, vagy megint csak? Szeressétek egymást, gyerekek, azt tudnám javasolni. Úgyhogy érdekelne a véleményetek abban a szempontból, hogy bennetek van-e arra mondjuk igény, hogy egy ilyen típus, stílus független közösségeket alakítsatok, akár a lakhelyetek környékén, hogy lehetne valamilyen ilyen életet szervezni, különböző rendezvényeket, megmozdulásokat, amiben mi gondolkodunk, az egy nem létező dolog. Lehet, hogy a kritikus tömegkel egyébként ez, mert én meg egy angol példával jönnék, hogyha ott látsz bármilyen motorosokat érintő, akár hátrányosan érintő dolgot, akkor ott az összes motoros kimegy az utcára, és azt látod, hogy a franciáknál tipikusan, hogy ott a futár robogóstól a goldwinges túrázóig minden ki ott van. Bizonyos szempontból egy kis pozitív összetartás és példamutatás szerintem pláne ebben a mai világban nem ártanék motorosoknak. Az, hogy köszöngetünk egymásnak, az tök jó, és én azt mondom, bár már ebbe is pár éve olvasgattam ilyen észrevételeket, hogy külföldön a robogósnak, nem köszönök a robogósnak, ennek annak nem köszönök, minek köszön a sok hülye, külföldön nem köszönnek, de köszönnek külföldön is különben. Úgyhogy ezt nem mi találtuk ki, ezt, hogy köszönünk egymásnak, valószínűleg ezt is átvettük valahonnan. Nem tartom rossznak, ez egy jó dolog. Tök jó dolog, hogy megállsz az út szélén, van, aki megáll, motoros, visszafordul, odajön. Tehát tényleg vannak nagyon pozitív példák. Én azért azt jónak látnám, hogy ha egy kicsit szívogatjuk egymás vérét néha, hogy ilyen motor, olyan motor, az persze belefér, de amikor valaki nem tud lejönni a szerről, és fest ebbe van elfoglalva, hogy mert csak ez az igazi, és nincs más igazság, ezt nem élem, és ezt nem értem majd, és továbbra sem fogom érteni. A rosszakat el kell ítélni. Akik bűnösek, szenvedjenek. Fényt! Jó, kíváncsi vagyunk a véleményedre, gyere legközelebb is, addig is legyél rossz. Béke.